Vérplazmát eddig is volt lehetőség adni Nyíregyházán egy magáncégen keresztül. Mivel azonban a koronavírus elleni védekezésben kiemelten fontos szerepe van a vérplazma gyűjtésnek, az Országos Vérellátó Szolgálat is nagy hangsúlyt fektet erre a tevékenységre. Folyamatosan várják a COVID-19-en már átesett, gyógyultak jelentkezését, hiszen az ő vérplazmájuk is hozzájárul a betegek gyógyulásához. Van olyan privát plazmacentrum, ahol tudtunk eddig is plazmát gyűjteni. Tehát nem a vérellátókban zajlott a gyűjtés, hanem a mi felügyeletünk mellett, tehát a mi szakemberünk részvételével, tehát mi behívtuk a donort, a nyíregyházi vérellátó egyeztetett időpontot, és a nyíregyházi egyik privát plazmacentrumban történt meg a gyűjtés, illetve mielőtt erre sor kerülhetett, Debrecenben biztosítottuk lehetőséget, mentek is át donorok, szabolcsi donorok, nyíregyházi donorok, Debrecenben adtam plazmát. Nem csak a gyűjtéshez vásároltak gépeket, hanem a vírus inaktiválására szolgáló eszközöket is beszereztek. Amelyek eddig csak Budapesten voltak elérhetőek, most már minden megyeszékhelyen rendelkezésre fognak állni. Eddig a megyéből 42-en jelentkeztek, 42 gyógyult beteg jelentkezett, közülük 80 lettek alkalmasak. Egy jelentkezőnek még a kivizsgálása folyamatban van. Nyíregyházán a már említett centrumban eddig összesen egy ember adott plazmát, az egy eredményes plazmadás volt. Debrecenben 5-en mentek eddig át, ameddig nem volt Nyíregyházán lehetőség, nagy valószínűséggel ők ezután majd Nyíregyházán folytatják a plazmadást. Van, aki egyszer adott, van, aki többször adott már közülük, és egyébként egy nyíregyházi kórházban ilyen 15 és 20 között van most a betegek száma, akik plazmát kaptak. A vérplazma esetében a véradástól eltérően nincs lehetőség irányított plazmaadásra. Eddig csak a PCR-teszttel rendelkező víruson átesett személyek jelentkezhettek plazmaadásra, most már azonban az antigén-teszten vagy a vérből kimutatott antitesttel rendelkezők jelentkezését is várják.